Augusztus 27-én a közfoglalkoztatás és az önkormányzati önellátás volt a téma a Magyar Önkormányzatok Szövetsége által rendezett tanácskozáson a Művészetek Házában. Mint Lőrinc Leó, a Belügyminisztérium közfoglalkoztatási és logisztikai főosztályvezetője elmondta, az állam 153,8 milliárd forintos idei keretének köszönhetően 268 ezeren jutottak munkához, például a Start közmunka mintaprogram segítségével, főként az ár- és belvízvédelem, az illegális szemétlerakók felszámolása és a parlagfűmentesítés területén. A téli időszak hasznosítására 100 ezer főnek szerveznek alapfokú betanító, illetve szakképzéseket. Az előadók között külön figyelmet érdemelt Kazinci István, Tiszatenyő polgármesterének előadása, aki egy mintafalut mutatott be, ahol 131 lakos nem csak a szokásos alkalmi munkákat végzi, hanem a közfoglalkoztatáson túlmutatva a kertészet és az állattenyésztés területén is dolgoznak, sőt, jól prosperáló vályog és föltégla készítő üzemet is működtetnek. További terveik között egy húsállatvágópont és egy savanyító üzem létrehozása szerepel. Varga László, Taktaharkány polgármestere a település erdősítési programját ismertetve felvetette a kérdést, hogy valóban jó irány-e, hogy az önkormányzatnak a szabályozás helyett egyre inkább vállalkozási feladatokat kell ellátnia a közfoglalkoztatási program kapcsán. A közfoglalkoztatáshoz szükséges korszerű kisgépeket az Andreas Stihl Kft., a nagygépeket pedig a Ramirend Kft. Képviselője mutatta be, az Estér Kft. Ügyvezető igazgatója pedig a közterületek fejlesztési lehetőségeiről tartott előadást.